Mindegyik párt interpellációt jelentett be a makucskai feltámadás ügyében, mely fenekestül felforgatta budapesti lelkeket. De maga a kormánypárt is kijelölt egy hivatalos interpellációt. Meg kell mutatni az egész világ színe előtt, hogy a felelős magyar kormánypártja épp oly távol áll mindenféle feltámadástól, mint bármelyik ellenzéki párt. Mikor az elnöki csengő megszólalt, a szívek egyetlen óriási boltozattá feszültek. Az első szó a kormánypárt szónokát illette, aki a párt szociális érzékű kirendeltségének volt egyik vezéralakja. A közkedvelt képviselő magára parancsolt nyugalmán átreszkedett a belső izgalom forrósága. Tisztelt ház! Mi, akik a miniszterelnök úr providenciális alakját... Tomboló éhezés a jobb oldalon. Azzal az erős hittel követjük, hogy ő fogja visszaadni a hajdan tejjel és mézzel folyó magyar Kánaának ős gazdagságát. Úgy van, úgy lesz a jobb oldalon. Hóduló tisztelettel fordulunk egy alázatosan sürgős kéréssel a nagyérdemű összkormányhoz. Amit a lapokból és a hivatalos jelentésekből értesülni, Makucskán, mert a kicsi, de példás Zala megyei községben a halottak feltámadtak. Gyalázat, gazság, minden oldal. És ezt a mindenképpen elítélendő, felforgató célú ténykedésüket éppen a kereszténység szent ünnepén, húsvét áldott napján követték el. Tisztelt ház! Azt hiszem, köztudomásul, hogy én mindig szociálisan gondolkozó, elfogulata tagja voltam a magyar parlamentnek. Több hang, igaz, úgy van. És minden szerénység kötelezettsége mellett is bátran állíthatom, hogy bármely egyetem, bármely szociális vonatkozású tanszékét tisztességre be tudnám tölteni. Igenis, én bátran állítom, hogy a paraszt is ember. És választási beszédeimben nem egyszer testvéreimnek neveztem őt. Magyar paraszt az jó katona. Szívérét hazájáért. Polgári állapotban tiszteli fennemvalóit, igyekszik pontosan fizetni adóját, és legtöbbje annyi polgárt nemz a hazának, amennyi csak tőle telik. Ezt a magyar parasztot én, és tudom, hogy ebben európai hírű, öntisztelt vezérünk, miniszterelnök úrunk intencióját követem. Óriási éhenzés a jobb oldalon és a középen. Egyes kormánypárti képviselők kigombolják a mellényüket. Ezt a magyar parasztot én életben akarom tartani. Igenis, én követelem azt a jogot a magyar paraszt részére, hogy munkája mellett ne halljon éjjel. Holtparasztokat nem lehet besorozni. Holtparasztoktól nem lehet adót beszedni. Holtparasztok nem szavazhatnak. De amikor teljes erőmből követelem az élő parasztok számára a jogot, hogy éljenek, a legnagyobb felháborodással tiltakozom az ellen, hogy a holtparasztok mirnix-dirnix feltámadjanak. Mely tisztelettel vagyok bátor kérdezni a magas kormánytól, hogy a mai nehéz időkben, amikor az élőknek sem tudunk enni adni, mit szándékozik tenni, hogy a hasonló esetek elő ne fordulhassanak? És hogy a makucskai kínos botránynak minél hamarabb véget vessenek? Általános helyeslés és éhezés.